Második alkalommal rendezték meg a fórumot a fenyvesi nyaraló tulajdonosok részére. Az érdeklődés idén is nagy volt, sok érintett ellátogatott a polgármesteri tájékoztatóra. A strand az tényleg szép lett, ugyan a lejárónak nem örülünk, hogy ilyen lett, mert ugye eddig gumi volt, amit rendszeresen az utca lakók zsuroltak, köztük én is, de most ez olyan rossz mezítláb lemenni rajt, hogy, és akik ott vannak idegenek, ők is nem örülnek neki egyáltalán. A résztvevők örülnek, hogy első kézből tájékozódhatnak a balatonparti település fejlesztéseiről, és elmondhatják saját észrevételeiket is. Körülbelül 2 éve akkora iszap van nálunk, mivel közvetlen vízpartiak vagyunk, hogy ez mitől van, és mit tesznek ennek érdekében, hogy ez valamennyire megszűnjön, vagy legalább csökkenjen. Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere a fórumon elmondta, a tavalyi terveket szinte maradéktalanul teljesítették. Több utca megújult, akadálymentesítették az orvosi rendelőt, és befejeződött a kikötőépítés is, amelytől komoly turisztikai fellendülést várnak. 2017-ben tovább folytatódnak a fejlesztések. A strandjainkra pénzeket kell fordítsunk, hisz tulajdonképpen a bevételeinknek egy jó része is ott keletkezik. Annak ellenére, hogy Balatonfenyvesen nincsen strandbelépő, nincsenek parkolódíjak, amiket ugye jól tudunk. Ennek ellenére ugye a strandon azért a különféle üzleteknek a bérletéből, egyebekből származik bevételünk. Ezt szeretnénk továbbfejleszteni, ennek a kínálatát a vizes blokkok felújításával, de az egész strandnak a megújításával. A fenyvesi polgármester hangsúlyozta, a beruházások során igyekeznek figyelembe venni az utóbbi évtizedekben szinte teljesen megváltozott üdülési szokásokat, így a tervek közt szerepel egyebek mellett a wifi elérhetőség biztosítása a strandon.